Elvin Forrest. Békés, lusta és derűs. Kevés dolog történik ebben a kis Stormwind-től délre eső erdőségben, és már ez is több, mint elég azoknak a farmereknek és favágóknak, akik az erdőt otthonuknak tartják. Mégis, az utóbbi idő eseményei együttes erővel zavarták meg a terület nyugalmát, mivel a környező vidékek veszélyei a kis falucskákba is betaláltak, és az erdő vértől és füsttől mocskos múltja igencsak messze áll azoktól a lusta kis farmoktól, amiket manapság itt találunk. Így hát még Azeroth legbékésebb térségén is rengeteg történet várja, hogy felfedezzük. Ha viszont erre nem volt időd, vagy csak egyszerűen végig kattingattad a szövegdobozokat, a legjobb helyen jársz ahhoz, hogy mindezt bepótold. Northshire Abbey a hely, ahol a legtöbb nagyra törő ember története kezdődik. Ahogy a világon végig söprő természeti csapások megváltoztatták Azeroth arculatát, a Blackrock orkok utat találtak a hegyeken keresztül, egészen az Elvin Forest északi részén fekvő apátságig. Véreszomjas farkasaik és szüntelenül figyelő kémjeik fáradhatatlanul strázsálnak a közeli fák rejtekében, miközben felbérelt goblin bérgyilkosok egyesével szedik le azokat a szerencsétlen katonákat, akiket felderítő útra küldenek. Csak néhány szerencsés marad életben egy-egy ilyen támadás után, és az ő segélykiáltásaikat sem hallják meg mindig. Ha pedig mégis, a segítség lehet, hogy túl későn érkezik. Ahogy az emberek elszántan küzdenek az otthonuk védelmében, úgy az orkok is egyre drasztikusabb eszközökhöz folyamodnak. Miután az apátság szőlőskertjét elfoglalták, feldúlták és felégették, a végső támadáshoz élezik fegyvereiket. A vérengző horda vadvezérének vesznie kell, különben sosem térhet vissza a béke az erdő ezen részébe. Northshire Abbey falain túl terül el maga a rengeteg Elvin Forest, és annak a közepén a keresztútnál egy kis falucska, Goldshire. A környéken számos probléma várja a megoldását, és mivel a Stormwindi katonák különböző nemes urak kényében kedvében járnak, vagy az út mentén járőröznek kötött csapatokban, muszáj ambíciózus kalandorokra hagyatkozni. Ezen problémák közül az egyik az Elvin Foresti koboldok elszaporodása, a Fargo Deep és a Jasper Lord bányában. A viasz és gyertyaimádó, alapszintű földmágiával rendelkező szörnyetegektől az erdő egyszerű népe rettegésben és munkanélkül él, bár vannak, akik előnyt akarnak kovácsolni a kis mitugrászok gyűjtögetési kényszeréből. A falutól keletre mörlokkok bukkantak fel a tó és a patakok partján, viskókat emelve, elriasztva a halakat és háborgatva az ártatlan embereket. Bár először a fenyegetés nem tűnik többnek egyszerű pletykánál, a valóság mégis komolyabb, mint azt az egyszerű szóbeszéd sejtetni engedte. Két őr, Rolf és Malakai nyom nélkül veszett el, mikor a patak mentén felderítő útra indultak, és a Stormwindi hadsereg hangosan csilingelő pénzes szütyővel jutalmazza mindazokat, akik megtalálják a két elveszett katonát, és útközben elejtik a furcsa halmonstrumokat. Ahogy az utazó a keleti út mentén vándorol, könnyen belefuthat Azora tornyába, egy meglehetősen érdekes helybe, ahol gnóm szolgálók segítik az embermágusok különös munkáját. Évszázados tudást birtokló könyvek, bugyborékoló főzetek és egy furcsa varázsgömb ékesíti a tornyot, utóbbi egy ismeretlen, de sok hasonlóságot mutató toronnyal van összeköttetésben. Ha pedig az erre tévedő elég elhatározott, Azora tornyának mágusai bepillantást engednek az arkán rejtelmeibe, és megosztják a tudásuk egy részét a megfelelő fizetségért cserébe. Ugyancsak a keleti régióban található az Eastvale-i favágótelep, ahol nem elég, hogy az egyre agresszívabb állatok folyamatosan támadás alatt tartják a munkásokat, a pletykák szerint egy körözött bűnöző, James Clark is itt bujkál. A rablással, betöréssel, gyújtogatással és gyilkossággal vádolt férfi a telep körül garázdálkodó rablóbanda egyik fontos tagja, ami az első nagy háború emlékművének szigetére ette be magát. Ezen felül James Clark kapcsolatban áll az úgynevezett gyűjtővel, aki a hónapok óta használaton kívüli bányákból lopja rendszeresen az aranykészleteket. Ő és a társai a Brackwell tök farmon próbálnak a hatóságok elől rejtve maradni. Délen, az erdő szélén két rivális család, Stonefieldék és McClurék acsarkodnak és próbálják egymás megélhetését aláásni, miközben a két família egy-egy gyermeke, Mabel McClure és Tommy Joe Stonefield szerelmükkel két tűz közé kerülnek, akárcsak Romeo és Julia. A tépelődő gerlepár egyetlen remény egy láthatatlanná tévő főzet, amihez viszont mörlokok által gyűjtött, ritka alapanyagok szükségesek.
Elvin Forrest nyugati határa mentén a Westbrooki helyőrség egyre növekvő gnoll és tolvaj aktivitásról számol be. Az erdő délnyugati részében egy Hogger nevezetű óriási gnoll okoz problémát, aki az összes eddigi elkapási kísérletnek ellenállt, ezért a sereg kényszerből bőkezű vérdíjat tűzött ki a fejére. Ami érdekes, hogy a bestia közelében egy halott bandita a kezében egy Westfall-i telek okiratait szorongatja. Az aláírás Theodor és Verna Furbrow, és az iratok hátulján egy gyors feljegyzés található, miszerint az iratokat kikényszerítették a házaspártól, és hamisítás céljából kívánják felhasználni a banditák. Ennyi lett volna mára. Remélhetőleg érdekesnek és hasznosnak találtátok ezt a kis zóna összefoglalót, amennyiben tetszett a videó, nyugodtan fejeljetek rá a like, a feliratkozás és a csengő gombokra, ha pedig szeretnétek anyagiakkal is támogatni, hogy ilyen és ehhez hasonló videók készüljenek még, lessetek rá a Patreon oldalamra és csatlakozzatok a patronok táborához. Végezetül pedig, ha szeretnétek elcsípni, hogy élőben játszok a WoW-val és egyéb játékokkal, nézzetek rá a Twitch csatornámra is. Ezekhez linkeket a leírásban találtok. Én minden esetre köszöntöm a figyelmet, találkozunk legközelebb, de addig is, sziasztok!